A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 601. énekünket. Mind a két versét, olyan szép imádság ez ige hirdetésre készülve, a 601. éneket igéddel áldj meg bennünket, Urunk. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyve 130. fejezetéből. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, kimaradhat meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Válaszoljunk Isten szavára imádsággal. Istenünk, köszönjük, hogy ez így igaz, mert Te magad mondod most nekünk az írott igén keresztül. Köszönjük, hogy sokféle bukásunk, botladozásunk, tudatlanul, olykor tudatosan elkövetett bűnünk, engedetlenségünk, terhét nem kell cipelnünk. Köszönjük, hogy Te leveszed rólunk bűneinknek terhét. Áldunk a Te ígéretedért, hogy ha megvalljuk bűneinket, Te hű és igaz vagy, és megbocsátod azokat, és megtisztítasz minden hamisságtól. Ezzel a bűnbánattal és ezzel a csendes reménységgel borulunk most eléd.
Köszönjük, hogy az, ami elválasztana tőled, nem lesz akadály, te veszed el azt az útból. És köszönjük, Atyánk, hogy szóba állsz velünk. Köszönjük, ha az elmúlt héten is megélhettünk valamit a te igédből. Köszönjük, ha tudatosan engedelmeskedtünk annak. Áldunk azért, mert a te igéd lehet a mi útunk világossága. És köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy te magad vagy a világ világossága, és aki téged követ, nem jár sötétségben. Megvalljuk bűnbánattal, hogy olykor mégis tapogatózunk, bizonytalankodunk. Sötétben és félhomályban járunk. Segíts most kilépni a világossága. Ragyogjon számunkra a te igéd, bátoríts meg minket, hogy merjük azt komolyan venni. Köszönjük, hogy te így fogadsz el minket, így engedsz magad elé, amint vagyunk sok bűn alatt, de egészen másként mehetünk tovább. Kérünk hát, hogy beszélj velünk, munkálkodj bennünk, tisztogasd, formáld a mi életünket, amíg kiábrázolódik bennünk a Krisztus. És adj nekünk erőt a terheinkhez, tanácsot a döntéseinkhez, bizalmat, feltétel nélküli bizalmat a szívünkbe te benned. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavaival hirdetem. Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. Foglaljunk helyet. Könyörögjünk az ének szavaival is Isten megtisztító kegyelméért. A 663. éneket énekeljük. Mossál meg engem, mosd meg Uram. Maradva csöndesedjünk el még egy perce. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te magad mondottad, hogy aki a te igédet komolyan veszi, azt te megtisztítottad, az megfürdött, és nincs másra szüksége, csak a lábait megmosni. De a mi lábunk valóban nagyon hamar, könnyen beszennyeződik. Könyörgünk a te megtisztító kegyelmedért, bűneinket leleplező, igaz beszédedért, és segíts minket, hogy az igének most ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk, és így legyünk boldogok. Amen. Isten igéjét a János evangélium a 17. részének 3. verséből olvasom. Jézus Krisztus mondotta ezt, János 17.3. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Kedves testvéreim, az újévi igehirdetésben felvázoltuk, mi az a néhány nagyon fontos bibliai igazság, amire az idén különös figyelemmel szeretnénk hallgatni.
egy képhez kötöttük ezeket, akkor tájt fejeztük be a Jelenések könyvének a tanulmányozását, és ennek a könyvnek a végén olvastunk a mennyei Jeruzsálemről, ami az igaz egyháznak, a megdicsőült egyháznak a képe, és azt olvastuk ott, hogy ennek a jellemzője az, hogy szilárd alapja, magas falai és nyitott kapui vannak. És megpróbáltuk alkalmazni ezt egy mai gyülekezethe, sőt a mi személyes hitéletünkre is, és azt mondottuk, hogy ezeknek is az kell, hogy a jellemzője legyen, hogy szilárd alapja, magas falai és nyitott kapui vannak. Erről lesz most szó néhány vasárnapon keresztül. Az alapokkal két alkalomból már foglalkoztunk, ma is erről lesz szó, mert ez a legfontosabb, az alapra épül a fal, aztán a falon nyitnak vagy nem nyitnak kaput, de alaptalanul, megalapozatlanul nem lehet és nem szabad építkezni. És az alapokat a Szent Háromság Isten, az Atya, Fiú, Szentlélek Isten személyéhez és munkájához kötöttük. És három nagyon fontos alapkövet neveztünk meg. Isten a Szentírásban önmagát jelenti ki nekünk, Jézus Krisztus halála és feltámadása tökéletes váltságot szerzett a hívőknek, és a Szentlélek az Isten elleni lázadás miatt totálisan tönkrement embert egészen újjáteremti. Egyszerűbben a Biblia igazsága igaz volta, Jézus Krisztus váltsága és az újjászületés szükségessége és lehetősége az, amit az alapoknak tekintünk most. Reformátor eleink ezt így fogalmazták, sola scriptura, solus Christus, sola gratia et fide, vagyis egyedül a Szentírás, Isten önmagáról és rólunk szóló ihletett hiteles kijelentése, egyedül Jézus Krisztus mutathatta be az Isten előtt értünk is érvényes áldozatot, és egyedül a Szentlélek tudja elvégezni minden hívő életében azt, hogy más emberré legyen, hogy új emberré, igazán emberré legyen, és újra képesek legyünk érteni is és cselekedni is Isten akaratát. Én tudom, hogy ez most nem dogmatika óra, hanem Isten tisztelet. És minden Isten tiszteletnek az a célja, hogy jobban tudjuk dicsőíteni Istent, és bátrabban, megalapozottabban higgyünk benne. Viszont éppen ezt szolgálja az, hogy egészen világosan lássuk, mit tanít nekünk Isten az ő igéjében ezekről a kérdésekről, és ezt el tudjuk mondani világosan, egyszerűen, meggyőzően és nagy szeretettel másoknak is. Mert ezt tette a mi gyönyörűséges feladatunká, hivatásunká, a mi Urunk Jézus Krisztus. És mivel éppen ezeket az alapokat támadja állandóan a sátán, nekünk tudnunk kell, hogy ezeknek az alapoknak a komolyan vétele az üdvösség kérdés is. Ezért olvastam föl Jézus Krisztus főpapi imádságnak nevezett gyönyörű imájából ezt a mondatot, az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát ettől függ a mi örök életünk, ami ugyebár elkezdődik már itt, ebben a földi életben, és meghatározza is ezt, vagy ha itt nem kezdődik el, akkor nem kezdődik el soha. Tehát attól függ a mi örök életünk, hogy megismerjük-e az egyedül igaz Istent, és akit elküldött Jézus Krisztust. Éppen ezért, mielőtt visszatérünk majd az alapokra, egy kicsit időzzünk ennél, mit jelent Jézusnak ez a kategórikus, éles kijelentése, hogy egyedül igaz Istent. A mi hitünk az egyedül igaz Isten személyéhez és munkájához kapcsolódik. Látnunk kell, hogy Jézusnak ez a kijelentése és kifejezése nagyon korszerűtlen ma.
Mert mit jelent ez, hogy egyedül igaz Isten? Ez azt jelenti, hogy az egyetlen, valóban létező Istenben hihetünk mi. És Jézus nekünk őt jelentette ki. Ő a Jézus Krisztus atya. Aztán, ha új életünk van, őt szólíthatjuk mi is így, hogy mi atyánk. Az egyetlen, valóban létező Isten. Miért vannak olyanok is, amik nem léteznek, vagy nem valóban léteznek? Vannak. A Biblia is beszél arról, meg hát a történelem és a vallás történet gazdag illusztráció tárat ad elnézve, hogy az ember újra és újra gyártott magának isteneket. De Jézus arról az Istenről beszél, akit nem mi teremtettünk magunknak, hanem ő teremtett minket magának, az ő dicsőségére és szolgálatára. Ilyen Isten viszont csak egyetlen van. Őneki viszont ez a tulajdonsága, hogy valóban létezik. Nem a mi hiedelmeinkben létezik, nem projekció, amit kivetít magából az ember, hogy de jó lenne, ha lenne egy ilyen jó Isten, ő a valóban létező Isten. Őt ismertette meg velünk Jézus, és a Biblia szerint hinni azt jelenti, hogy ő benne hisz valaki, ő hozzá kapcsolódik. Jézusnak ez ellen a kijelentése ellen az egész korszellem, sőt mondhatjuk nyugodtan, a mindenkori korszellem tiltakozott. A mai is minden szavát tagadja, a mindent összemosó úgynevezett szinkretizmus, az általános globalizációs törekvés, a humanista pszichológia, az ateizmus, az antropozófia és teozófia képviselői, a teológiai liberalizmus, és így tovább sorolhatnám, csak nem szeretek idegen szavakat használni igehirdetésben. Mind ezek az egész kor és a mindenkori kor tiltakozott ez ellen, amit Jézus mondott, hogy az örök életre jutásnak egyetlen módja van, ha valaki megismeri az egyetlen valóban létező Istent, akit Jézus kijelentett nekünk, és ezzel az Istennel személyes lelki közösségre jut. Ez a jézusi mondat sérti az összes nagy vallás képviselőit és büszkeségét is. Ez a jézusi megjelölés idegen volt és bántó, akkor is, amikor elhangzott, és ma is ez. Viszont mindenkinek, aki magát valóban keresztjénnek, Jézus követőjének akarja vallani, el kell döntenie egyszer, hogy elfogadja-e ezt mindenestől. Hogy belsőleg azonosul-e azzal, amit Jézus az egyetlen valóban létező Istenről mondott, a hozzávezető útról és a vele való közösségről. Tudnélik csak az ebbe az Istenbe vetett hit üdvözíti az embert. Tudnélik ilyen, hogy hit önmagában nincs. Sokan szokták mondani, én is hívő vagyok. Ezzel semmit nem mondott. Ilyenkor én mindig megkérdezem, hogy mit hisz, vagy kiben hisz. Sokan mondják, hogy milyen erős hite van valakinek. Na de a hitet nem az ereje, az intenzitása minősíti, hanem a tárgya. Az, hogy mit hisz, vagy kiben hisz. Mert a hit kapcsolatot létesít a hívő és a hite tárgya között. És ezért nem mindegy, hogy kihez kapcsolódik, kivel kerül közösségbe. Ezért írja Pál a korintusiaknak olyan nagyon határozottan, hogy helyesen úrvacsorázzanak, mert lehetetlen az, hogy az ördögökkel is közösségben legyenek, meg Jézussal is közösségben. És akiben hisznek, azzal közösségbe kerülnek. A Jézusban való hit azt jelenti, hogy Jézus nyújtja a kezét felénk, és aki megragadja az ő kezét, azt ő magához vonja, és közösségbe kerül ő vele, aki maga az élet. És a Biblia azt mondja, hogy csak ezek az emberek élnek a szó lelki értelmében. Ők viszont olyan életet kapnak Krisztusban, ami nem fejeződik be, és nem veszít erejéből és gazdagságából a biológiai halál beáltával sem. Előtte is, utána is a teljes életet kapta,
aki Jézusban hisz. Aki viszont nem ő benne, hanem bárki bármi másban hisz, az marad a lelki halálban. Mert én vagyok az élet, mondta Jézus, aki vele a hit által kapcsolatba kerül, az átmegy a halálból az életbe. És hihet valaki bárki bármi másban, ha ez nem ő vele kapcsolja össze, marad a lelki halálban. Ez a Bibliának nagyon radikális, de életfontosságú, örök életfontosságú tanítása. És amikor az alapokról ilyen gyakran beszélünk, ennek az a célja, hogy tisztázzuk végre magunkban, hogy hisszük mi mindezt a következményeivel együtt, vagy pedig nem. Egy részét el tudjuk fogadni, más részében bizonytalanok vagyunk, meg nem szabad ilyen kategórikus kijelentéseket tenni, mint amilyeneket az Úr Jézus tett. Ma már más világot élünk, ezzel esetleg megbánthatunk másokat, és így tovább, és ez mind föllazítja a mi hitünket, és nem csak a Jézusba vetett hit lesz, hanem egyfajta elegy-belegy hit, amiből következik egy langyos, tétova, bizonytalankodó vallásosság, és az ilyen emberek Isten számára használhatatlanok, mert nem tudják hitelesen és meggyőződéssel képviselni az igazságot, amivel belsőleg már azonosulniuk kellett volna. Ezt a belső azonosulást akarja kimunkálni bennünk a mi Urunk. És jó, ha itt most már rögzítjük azt, hogy mindez nem a másként hívőkkel vagy gondolkozókkal szembeni szeretetlenség. És emögött, akiben ilyen igazi biblikus meggyőződés lesz, amögött soha nem húzódik meg semmiféle gőg, dőjf, büszkeség, mások megvetése, ellenkezőleg. Az ilyen emberek tudják igazán felelősen szeretni a többieket, személyválogatás nélkül. Mert tudják, hogy hova tartoznak. Tudják, hogy kicsodák. Tudják, hogy ki a vezérük, ki az Úruk. És ez az Úr mindenkit egyformán szeret. Nos, az idősebbek éltünk olyan korban, amikor visszhangzott a világ attól, hogy mennyi mindenben lehet hinni. Hiszek az emberben, hiszek a munka értelmében, hiszek önmagamban, és lehet nagyon erősen is hinni bármiben. Erősen, fanatikusan hittek némelyek egy-egy ideológiában, eszmerendszerben, és tömeggyilkosokká váltak ennek folytán. Ezért mondom újra, hogy ez, hogy hit, ez nem mond semmit. Mit hiszel? Kiben hiszel? És nekünk el kell tudnunk mondanunk, szelíden, szeretettel, de világosan, bárkinek, hogy mit hiszünk, és ki az a Jézus Krisztus, akiben mi hiszünk. Ezért szinte kérlelte Jézus a tanítványait, meg a sokaságot, hogy higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ezért térjünk vissza most az alapokhoz, miután Jézusnak ezt a nagyon éles kifejezését kicsit ízlelgettük, körbejártuk, hogy az egyetlen valóban létező Istenben szabad nekünk hinnünk. Mit hiszünk tehát, hogyha az alapokra gondolunk? Hisszük akkor ugyebár mindenek előtt, hogy a Bibliában maga Isten jelenti ki magát nekünk, ő mondja el, hogy ki ő, mert ezt egyedül ő tudja igazán. Ő mondja el, hogy kik vagyunk mi, mert ő alkotott, és ő tudja, hogy mire alkotott. És ő mondja meg, hogy mi végel vagyunk a világon. Mi a mi életünk célja, értelme, tartalma. És hisszük, hogy Isten szent lelke ihlette, ezt a szót a múltkor tanulmányoztuk, azokat, akik a Bibliát leírták, ő adta nekik a gondolatokat, ezért, ami a Szentírásban van, azt igaznak és ma is érvényesnek tartjuk. Ez kétségtelenül hitkérdés, nem kötelező hinni, lehet különböző hipotézisekkel, feltételezésekkel ezt föllazítani, megkérdőjelezni. Aki a bibliai Istentől kapott alapokon akar állni, az ezt hiszi. Csak zárójelben jegyzem meg azt, amiről többször beszéltem már itt konkrétumokkal szemléltetve is, hogyha a Bibliát csak mint könyvet nézzük, tehát az ókori irodalom egyik gyöngyszemét,
akkor is megállapíthatjuk, hogy sokkal megbízhatóbban dokumentált írásmű, mint minden korabeli, ókori írásmű. Sokkal több kézirat maradt fönn belőle, sokkal nagyobb az egyezés a régi kéziratok között, sokkal pontosabban és többet tudunk a szerzőjéről, a keletkezés idejéről, körülményeiről és így tovább, de ez most nem tartozik ide, csak azoknak a számára mondtam, akiknek vannak kételjeik, utána lehet járni, itt az iratterjesztésben is olvashatunk, több olyan keresztjén és nem keresztjén, nem hívő szerzőktől származó művet, amikből ez szépen kiderül. Hisszük tehát, hogy a Szentírás Istentől ihletett igaz könyv. Másodszor hisszük, hogy Jézus az, akinek mondotta magát, és akinek az Atya őt sokak füle hallatára kijelentette, mert kinek jelentette ki? Jézus megkeresztelésekor nagy sokaság hallotta a mennyei szózatot, ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Jézus az Isten fia. Jézus a megígért messiás. Ez a két kijelentés még az egyisten hívő vallásoktól is elválaszt minket. Nem azonos alapon állunk. Nem beszélve arról, hogyha nem csak elmondjuk, vagy sokszor sajnos csak ledaráljuk a hiszek egyet, hanem hisszük is azt, ami abban van, akkor ebből az következik, hogy hisszük, hogy Jézus fogantatása nem szexuális cselekmény útján, hanem teremtés útján történt. Úgy, ahogy azt egy orvos, Lukács leírja részletesen az evangéliumában. Csak oda kellene figyelni, és revideálni a magunk elképzeléseit, és megvizsgálni azt, hogy hisszük-e mi azt, ami meg van írva. Ennek van jelentősége. És hisszük, hogy Jézus halála nem az ő bűneinek a büntetése volt, hanem a mi bűnünknek a büntetése. És erről is több helyen van szó a Szentírásban. Hisszük, hogy ő a halála utáni harmadik napon testben feltámadt. Nem a tanítványok hitében, nem vágyálom volt ez, találkoztak vele. Több százan. És hogyha ő valóban meghalt, és ez is bizonyos, és a harmadik napon több száz ember találkozik vele, meg utána heteken keresztül, akkor közben valaminek történnie kellett. Ezt nevezik feltámadásnak. És hisszük, hogy sokak szeme láttára fölment a mennybe, és hisszük, hogy onnan egy napon váratlanul majd visszajön, véget vet ennek a világkorszaknak és minden nyomorúságnak és gonoszságnak, ami miatt most szenvedünk, és egy egészen új korszak kezdődik el. Nem mindenki hiszi ezt. És mi tiszteljük és szeretjük azokat, akik nem hiszik. De nem vagyunk velük közös alapon. Ezt is ki kell mondani. És miért lenne ez sértő és bántó? Ez tény megállapítás. Ha ezen az alapon állunk, akkor nem vagyunk közös alapon. Sem az unitáriusokkal, sem a Jehova tanúival, sem az antropozófusokkal, sem egyetlen nagy vallás követőivel sem. Mert ezek a nagy vallások közül némelyik legjobb esetben prófétának tartja Jézust, de nem megváltónak, nem Isten fiának. Mi pedig ezt hisszük, már aki hiszi a Szentírásnak. Ezt kell eldönteni. Megalapozott-e a mi hitünk? Vagy pedig egyfajta biblikus hitbe belekeveredik egy csomó hiszékenység, hiedelem, saját ötlet, kivetítés, babonaság, és akkor gyártunk magunknak mi is isteneket. Majd még erről a későbbi vasárnapokon szeretnénk beszélni. És harmadszor hisszük azt, hogy a totálisan megromlott embert a Szentlélek egészen újjá tudja teremteni. Ez ellen is tiltakozik ám a korszellem. Most az elmúlt napokban, hetekben kicsit utána olvastam annak, hogy mit is értünk korszellemen, meg ki mit mond ezekről a kérdésekről. Szinte egyetemlegesen tiltakozik mindenki a bűnbe esett ember totális romlottsága ellen. Miért? Mert sérti a büszkeségünket.
hogy totálisan romlott. Hát van nekem nagy eszem, azzal én beszerzek magamnak jelentős műveltséget, tessék megnézni a teljesítményeimet, nem vagyok én akárki, nem semmi az, amit összehozok évek, évtizedek alatt, és így tovább, hozzászokunk ehhez a dicsekvéshez. De az, hogy képtelenek vagyunk eljutni igazi, a valóságnak megfelelő önismeretre. Az, hogy teljesen képtelenek vagyunk megismerni az egyetlen valóban létező Istent. Az, hogy hány ember teljesen bizonytalan afelől, hogy mi vége van a világon, és keresi a helyét, és fut külföldre, és jön vissza, és előbb itt éget fel maga mögött mindent, aztán ott éget föl mindent, aztán ő maga is elég ebben. És így tovább sorolhatnánk, az, hogy az emberiség alapvető nyomorúságainak nem tudunk véget vetni. Éhínségnek, betegségnek, stb. Teljesen tehetetlenek vagyunk a legnagyobb bajokkal szemben. Erről már nem szívesen beszélünk, és főleg nem akarjuk meglátni mindezeknek az első alapvető okát, amit a Biblia abban lát, hogy ott hagytuk Istent, és azt mondtuk, hogy majd mi egyedül, ő nélküle. Az Isten se szóljon bele. És Isten nem szól bele. És aztán ez lesz. Az egészségünkből, a házasságunkból, a világ békéből, a nagy jólétből és egyebekből. A Biblia figyelmeztet minket, hogy a valóság az, hogy Isten nélkül tehetetlenekké váltunk a teljesen önzetlen, makulátlan jóra, sőt még megkülönböztetni sem tudjuk sokszor a jót a rossztól. De Isten nem hagyott minket ebben a reménytelen állapotban, amelyikben sem magunkon, sem egymáson nem tudunk segíteni, hanem ő jött utánunk Jézusban, hogy segítsen, és helyreállítja azt, amit mi elrontottunk. Egy nagy restaurálás folyik ebben a világban, Isten az embert eredetileg tökéletesnek teremtette, aztán ő nélküle ilyenek lettünk, amilyenek, de ő utánunk nyúl, és megújítja az ember értelmét, erről külön beszél a Biblia, helyreállítja az összezavarodott pszichénket, az egész érzelmi életünket, akaratunkat, újra tudjuk azt akarni, ami jó nekünk, ami egyezik az ő akaratával, és így tovább. Ez az újjászületés. És erre kivétel nélkül mindenkinek szüksége van, a legjobbaknak is, mert viszonylagosan azért vannak köztünk jobbak meg gonoszabbak, de a legjobbaknak is szükségük van. Ezért mondta Jézus Nikodémusnak, hogy értsd meg, hogy szükséges újonnan születnetek, még neked is, aki tanító vagy, aki tisztelnek, aki erkölcsös életet élsz, de Isten mércéjével mérve, nem felel meg egyikünk sem annak, aminek kellene. De ő újjáformál minket. És már mindenki tudja, talán olyan sokszor mondtuk, hogy ez, hogy újonnan születni, a Biblia eredeti szövege szerint azt jelenti, hogy felülről kell fogannia bennünk egy új életnek. Szükséges bennetek felülről megfogannia egy új életnek. Ez a Jézus élete. Az igét valaki befogadja, és az ige megtermékenyít, és egy új élet jön létre, a Jézushoz hasonló élet. És ez mindenkinek szükséges, a legjobbaknak is. Ez a harmadik hitünk alapja, a Szentírás igaz volta, Jézus személye, munkája, az ő váltságának a jelentősége, és az újjászületés szükségessége és lehetségessége. Sokan ma az úrasztalához is készülünk, olyankor mindig elhangzik a szereztetési igének ez a mondata is, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg visszajön. Jézus Krisztus kereszt halálának a jelentőségére emlékezünk ilyenkor különösen is, koncentráltan is, és megerősödünk abban a boldog várakozásban, hogy ő bármikor visszajöhet. De a vele való találkozásra most lehet felkészülnünk. Az üdvösség lehetősége csak az ő visszajöveteléig nyitott mindenki előtt. De addig nyitott, és erre hívogat minket
újra és újra. És ezért mondta ő maga, mikor az úrvacsorát szerezte a tanítványainak, hogy ez az új szövetségnek a jele, az ő vére által, és ezért írta le Pál apostol boldogan, hogy áldott az Isten, aki kiszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának országába, akiben van a mi váltságunk, bűneink bocsánata az ő vére által. Kolossé 1.13.14. Ezt a nagy lehetőséget nyitotta ő meg előttünk. Azért, mert olyan nagy bajba kerültünk nélküle, azért, mert minden hozzájárulásunk nélkül ő szabadítást készített, és megfizette ennek az árát, és ezért hívogat magához ma is mindenkit. És ha valaki ennek a jelentőségét, amit itt alapok címszó alatt próbáltunk elsorolni, egészen személyesen, magára nézve is, megélti, komolyan veszi, annak a szíve megtelik örömmel. És az boldogan tudja mondani, hogy az Isten bárányára letészem bűnöm én, és lelkem béke várja ott a keresztövén. A szívem mindenestül az Úr elé viszem, és megtisztul minden szenytől a Jézus vérében. Valljuk meg ezt a mi hitünket, mielőtt imádkozunk. Ez a 459. éneknek az első verse. 459. ének. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy egyszer azt is mondottad, hogy ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Mi olyan büszkék tudunk lenni arra, hogy mennyi mindent tudunk, és olyan kevés válik cselekedetté azokból az ismeretekből, amikkel akár csak te is megajándékoztál minket. Könyörülj rajtunk, hogy ne befejeződjék, hanem most kezdődjön számunkra mindennek a komolyan vétele. Kérünk, hogy tedd világossá mindannyiunk életében, hogy hol bizonytalanok az alapok, hol nincsenek alapok, hol próbálunk a mocsárban megállni. Köszönjük, hogy te kősziklát ígérsz a benned hívők lába alá. Köszönjük, hogy minden időt, minden rendszert, rezsimet, minden viszontagságot és próbatételt kibír és túlél az az alap, amit te kínálsz a benned hívők számára. Köszönjük azt a stabilitást, amit kaptunk tőled már. Ajándékozz meg ezzel minél többünket. Adj nekünk alázatot és bátorságot ahhoz, hogy komolyan vegyük, amit te komolyan mondasz. Add nekünk a te szent lelkedet, hogy kinyíljon előttünk az ige.
hogy világos, érthető, követhető legyen mindaz, amit Te a mi érdekünkben mondasz nekünk. Hogy ne abba fáradjunk el, hogy tiltakozunk a Te parancsaid ellen, hanem abban legyünk boldogok, hogy cselekesszük azokat. A magunk erejéből erre is képtelenek vagyunk, Urunk. Kérünk, hogy a Te szent lelked tegyen képesekké és készekké erre. Könyörgünk most hozzád azokért, akiknek különösen nagy szükségük van a Te gyengéd szeretetedre, gondviselő oltalmadra, bűnbocsátó kegyelmedre. Könyörgünk a szörnyű földrengés áldozatainak a rokonaiért, a gyászolókért, a sérültekért, a közöttük és értük fáradozókért. Könyörgünk hozzád ezen a vasárnapon különösen is a lepra áldozataiért, a köztük dolgozó orvosokért és lelki munkásokért. Köszönjük, Urunk, hogy közülük is sokan kaptak már elvehetetlen, dicsőséges új életet tőled. És könyörgünk a munkanélküliekért, a gyűlölködőkért, a félelmek közszenvedőkért, és mindazokért, akik még nem tudnak hozzád kiáltani. Csak a mi szűk ismeretségi körünkben oly sok nyomorúság van, Urunk, és oly gyakran kell átélnünk a magunk tehetetlenségét. Isten, légy irgalmas nékünk, és kérünk, hogy a nyomorúságok is hozzád hajtsák és fordítsák minél többünk szívét, és engedd megtapasztalnunk, Jézus Krisztus, hogy amire a Te neved is utal, az igaz, Te ma is szabadító vagy. Segíts, hogy higgyük, hogy bűnön, poklon, síjon egyedüli győztes vagy, és hadd tartozzunk a Te győztes seregedhez. Akkor is, hogyha ez a sereg itt most sok bajban, küzdelemben meghajszolt és megvetett, tégy készekké minket arra, hogy mindent vállaljunk érted, és azokért, akik között élünk. Olsd a szívünkbe a Te mentő szeretetedet, és add a szánkba a megmentő igét, helyén mondott igét. Segíts, hogy ne szégyeljünk Téged és a Te evangéliumodat. És a mi megszentelődő életünk, hadd legyen hitelesítő illusztráció amellett, amit hiszünk és mondunk. Kérünk, segíts folytatni ebben a csendben az imádságot. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az úrasztalát megterítettük, vannak, akik már otthon készültek a szent vendégségre, vannak, akiknek a szívében most dőlt el, hogy itt hagynak valami terhet, és megújítják a szövetségüket az Úr Jézussal, az ő szavaival hívogatok mindenkit. Jöjjetek én hozzám, mondja Jézus, mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én nyugalmat adok nektek. Mielőtt pedig azokat, akik nem tudnak itt maradni, áldással elbocsátjuk, a 205. ének első 8 versét énekeljük. Ez már készít minket az úrasztalához is, 205. ének, ne szállj perbe én velem, ó én édes Istenem. Thank you.
Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljöveteléje. Amen.